Nézzük meg együtt Pulitzer József portrészobrát, Kis Jenő makói szobrászművész alkotását a Széchenyi téri szoborparkban. A mellszobrot Makó városa állítatta 1997-ben az újságkirály születésének 150. évfordulójára. Az ötnegyedes, vagyis életnagyságnál valamivel nagyobb bronzkép más egyszerű, haraszti kőből faragott talapzaton áll. Bármely irányból pillant rá a járókelő, az évszakokkal változó természet szép hátteret rajzol mögé. Ilyenkor télen az égbolt és a parksáv csupasz fakoronáinak finom, hálószerű ágrendszere előtt érvényesül sötét sziluettje, de az örökzöldek mélyzöld foltja vagy a korona sárga fala is jól kiemeli jellegzetes fejét. Kis Jenő Pulitzer képmása rendkívül karakteres arckép, amelyet a művész a hasonlóságon túl számos rejtett fogással tett elevenni. A sima bőr és a borzolt felületek, haj, bajusz, szakál ellentéte mozgalmassá teszi a fejet, amit még fokoz a cvikker üres, természetesen üveg nélküli kerete. A ruházat részletei is fontosak, mert a felpördülő ing gallér, a csokornyakkendő és a kabát fazonja olyan elemek, amelyek kapaszkodót kínálnak szemünknek, elidőz rajtuk pillantásunk. Ezeket az alig kiemelkedő formákat is kihangsúlyozza a rájuk eső fény és az árnyék. A szobor eredetiét agyagból mintázta a művész, erről vették a mintát, amelynek segítségével bronzba öntötték a művet. A bronzszobor előnye a kővel szemben nem csak az, hogy több egyforma példányban is elkészülhet, hanem hogy végleges formájában is őrzi a szobrász kezenyomát, új nyomait. Kis Jenő nem simította el teljesen a portré felületét, szándékosan hagyta meg a mintázás apró egyenetlenségeit, amelyek csak közelről látszanak, mégis belejátszanak az összhatásba, elevenebbé teszik a szobrot. József Pulitzer nevét a talapzaton az újságkirály saját kezű aláírása alapján mintázta meg a művész. A lendületes aláírás ugyanazt a céltudatosságot és energiát sugallja, amit a szobrásznak sikerült kifejezni a szobron is. Kis Jenőnek nem ez az első portréja Pulitzerről, az ő műve az az emléktábla is, amelyet az Úri utca 4-es számú házának falán helyeztek el. Itt, a sajnos minden építészeti díszétől megfosztott régi posta helyén állt egykor az a ház, amelyben József, a későbbi József Pulitzer született. A Pulitzer családnak számos tagja élt Makón a 18. század végétől. Ha belelapozunk a múlt század első felének zsidó összeírásaiba, adókönyveibe, az útlevél nyilvántartásokba, jegyzőkönyvekbe, gyakran találkozunk a nevükkel. Valamennyien kereskedők voltak, terményt, bőrt, kelméket, lovakat adtak-vettek. Csillag András kutatásai szerint a pulitzerek a 18. század első felében Dél-Morvaországból érkeztek Magyarországra egy Pulitz nevű helységből, és Nagyváradon majd Budán telepedtek le, valamint a Délalföldön,
ahol a mezőgazdasági termelés fellendülése folytán megélénkült a terménykereskedelem. Az első, aki a családból Makón megjelent, Baruch Simon Pulitzer bőrkereskedő volt. Mihály fia, Pulitzer József nagyapja már Makón született 1787-ben. Mihály, a jómódú terménykereskedő országos vásárokra járt, pesti kalmárokkal tartott kapcsolatot, vízimalma, gabonaraktára volt, boltjában fűszereket, borsot, szőlőt, citromot, gyertyát, gyufát, sőt, kártyát is árult, és az iratok tanúsága szerint Pap József makai lakosnak eladott egy bilogos és egy bilog nélküli fekete paripát. Fülöp, József apja köztiszteletben álló nagykereskedő volt, 1843-ban megvette a megyeházával szemközti telket, ahol házat és üzletet építetett. József fia itt látta meg a napvilágot 1847-ben. A család 10 év múlva Pestre költözött, ahol a kezdeti sikerek után az apa korai halála miatt az üzlet hanyatlásnak indult. 1864-ben a 17 esztendős József kivándorolt Amerikába, és itt példátlan karriert csinált. Először önkéntes volt a polgárháborúban, majd Saint Louisba lapot alapított. Nem sokkal később New Yorkban már a World című lap tulajdonosa és kongresszusi képviselő. Az irányítása alatt álló világlapok már a századforduló táján megmutatták a sajtó közvélemény formáló, politikai hangulatot befolyásolni tudó hatását. Újságjain keresztül Joseph Pulitzer elnököket volt képes székükbe megingatni, vagy hatalomra segíteni. Az Amerika koronázatlan királyának is nevezett Joseph Pulitzer sohasem tagadta magyar származását, és nem kis szerepe volt abban az ünnepélyes és lelkes fogadtatásban, amelyben Munkácsi Mihály részesült az Egyesült Államok beli körútján. Kevesen tudják, hogy az újságkirály portrét rendelt a festőfejedelemtől, és a mester szép képmást festett Kate Davisről, Pulitzer feleségéről. A New Yorki magyarok díszvacsoráján maga Pulitzer mondta a köszöntőt, és miután Munkácsi jelentőségét Kossuthéhoz és Liszt Ferencéhez hasonlította, így fejezte be beszédét. Ma este itt egyszerre érezzük magunkat magyarnak és amerikainak. Mi pedig számba vehetjük itt, a Joseph Pulitzer emlékére állított szobor előtt, mennyit köszönhet az új világ, ami marosparti kis városunknak.